13. sorozatban pedig 10-szer lett bajnok a Volán csütörtökön. A jégkorong bajnokság döntőjében a Szapafehérvár AV 19 a Miskolci Jegesmedvék ellen söpréssel, vagyis összesítésben 4-0-val diadalmaskodott. A finálén negyedik összecsapásán ismét nagy fölénnyel 8-3-ra győztek a fehérvári hokisok, és ha az összesített gólkülönbséget nézzük, még nagyobb a differencia. 34-5-tel gázoltak át Sofron Istvánék a Miskolcon. Tényleg egy sikeres szezon tudtam magam mögött. Jól összejött az, hogy maradtam, jól sült el. Örülök neki, hogy mind a magyar bajnokságban, mind az EB-ben is jól muzsikált a csapat is, és nagyon-nagyon pozitívan zártuk a szezont, attól függetlenül, ugye, hogy nem jutottunk tovább a négy közé, de mindenképpen örülök, hogy ezt elértük. Hála Istennek sikerült, tényleg behúznunk ugye a 4-0-val, ahogy ugye beszéltünk még régebben. Nagyon örülök neki én is. Végre mondom azt, hogy megvan az első bajnoki címem, úgyhogy nagy szerepet vállaltam benne. Azért erre tudom, hogy sok emberen nem nagyon nagy tét már ez a magyar bajnokság, de nekem még sokat számít. A szurkolók azok mindig kitesznek magukért, és nem győzöm egyszerűen hangsúlyozni azt, hogy mennyit köszönhetünk nekik. Egyrészt az EBL szezon alatt számtalanszor bebizonyították, hogy fantasztikusan tudnak harcolni, szurkolni értünk. De mindig örülök, de nekünk jobb, hogyha sima a döntő, nem éri szóház elejét. Minden bajnoknak örülök, hiszen nagyon szép az érem, a szurkolók boldogok, mi pedig tényleg megtettük, amit kell. Most egy pár napot kell majd regenerálódni, és ezt követőleg pedig nekiállni annak, hogy ennek a hihetetlen közönségnek, aki itt Fehérváron fölépült az elmúlt 15 évben a csapat mögé, ennek a közönségnek igénye van arra, hogy 2012-ben, 13-ban Fehérváron nagyon magas szintű EBL csapat legyen. A csapat összességében remek idényt zárt, még ha a Ljubljana elleni EBL negyed döntőbeli búcsú miatt sokakban maradt hiányérzet. A Volán játékosainak nagy része nem pihenhet. Áprilisban Divízió 1-es világbajnokságon lesz jelenésük a válogatott színeiben. Jó lenne akkor is ünnepelni.